2765. A kifogott halakat mérik a horgászok a Kövesdi bányatónál. Mint már hagyományosan minden ősszel, most is megtartotta támogatói napját a Bátaszéki Horgász Egyesület. Az egyesület több mint 700 fővel a település legnagyobb civil szervezetének számít. Minden évben ilyenkor ősszel, októberben megrendezzük a támogatói és a vezetőségi horgászversenyt. Ez számunkra arról szól, hogy az egész éves munkát, a hajtást megpróbáljuk egy kicsit kiengedni, ez csak a mi napunk, csak a támogatóink napja. Igazándiból illik is megköszönnünk a támogatóknak. Az utóbbi években intenzív haltelepítésbe kezdett az egyesület, a tó a környék horgászait is vonza. Céljuk, hogy gyermekeiknek, unokáiknak továbbadják a horgászat szeretetét. Fejlődünk, egyre-egyre jobban fejlődünk, mindig próbálunk valamit, igazániból kellenek a célok és kellenek azok a lehetőségek, hogy ki tudjuk használni, mert most már igazániból mi még csak horgászunk, de már a jövő nemzedékének alakítjuk ki ezt az egészet. A kapás nem mindenkinek volt a legszerencsésebb, de abban mindenki egyetértett, hogy ezen a napon nem a versengés, hanem egymás társasága volt a fontos. Vegyes, mert a szomszédom az nagyon jó fog. Én meg eddig egyet fogtam, egy kisebbet, de nem is itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy az emberek jól érezzék magukat. Igen, tehát, tehát a társaság, tehát egy jó összeszokott társaság van itt. A Kövesdi bányatavat a nyári asszály nem viselte meg tragikusan, de 50-60 cm-nyi víz így is hiányzik belőle.